lehet jönni, hogyha akarjuk hallani az előadás élőben rendesen napot. Egy gőjön közelebb, mert a szél az keményen nyomja nekünk, hogy nem tudunk. Nem fog mondani a kis háta megvédőjük, és közelebb is igyekszünk. Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Mondnám, hogy fogom szeretettel, de szeress szeretettel, szeress, ide szeretettel köszöntök mindenkit. Egyébként nyilván örülök, hogy itt vannak, és egy ilyen kicsit családias hangulatú kis élőket lehet adnánk elő. Nem vagyunk színészek, illetve nem színészek csapat, de nagyon ügyesek, hogy fogadják majd szeretettel. Reméljük, hogy segíti a készületünket, kicsit átjövünk, hogy hogyan is lehetett, körülbelül ilyen színűben lehet, ki tudja, milyen viszontagságban volt, de azt mondom, hogy nagy örömmel adjuk elő ezt az eseményt. Harmadozzatok, égi magasok, téged vár emelve, a halandók lelke, jöjjen édes üdvözítőm, mert az emberek ott ébelkedek, hol te égi fényed, útján nem vezélet, őket édes üdvözítőm. Misztérium játékot mutatunk be. A misztérium görög szó, jelentése titok. Ezt itt nem úgy kell érteni, hogy valamiről nem szabad beszélni. Úgy kell érteni, hogy amit el akarunk mondani, az oly mély értelmű és oly magasztos, hogy nagyon nehéz róla beszélni. Isten emberré lett az emberek iránti szeretetből, ez itt a titok, melyet csak Isten szerető emberi szív foghat fel. Abban az időben élt egy gonosz király, Heródes a neve, hallottátok talán. Országa Júdea, Rómához tartozott, a római császár neki is parancsolt. Ebben az országban volt egy kicsi város, a világ térképén ma is megtalálod. Názáret a neve, virágok városa. Utcáin, terein nyílik sok szép rózsa. Élt a városkában, takaros kis házban egy szerény leány, munkában, imádságban. A neve Mária, jegyese meg József. Mindkettőjük szelíd, istenfélő lélek. Egy tavaszi estén nagy fényesség áradt, Mária házában rózsa illat árad. Mária, Istennek anyja, te benned virágzik, váltságunk aranya, áldásod nyelvünk nem unja. Mária, újul világ nevedben, a föld keregsége megépül nevedben, mert a nagy Isten testedben. Teljesedjék rajtam, Isten akarata. Így hangzott Mária csöndes válasza. Folytatva imáját az ablakhoz lépett, s fölcsendült ajtáról egy dicsőítőjének. Magasztalja lelkem az én Uramat, örvendezve élek szárnyai alatt. Szolgálója lettem, ne pillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még, boldognak mond engem minden nemzedék. Nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leárad, népünkre borul, félelmünkre válasz és szívünkre hull. Mind
mindenható karja, csak egyet suhint, a kevékedőket széllyel szórja mind. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az Atyát, fiút és a lelket, századok odát. Tudom, hogy mit adtál, több is koronát. Áldott klíma érte, s minden koronát. Ó, gyönyörű, szép, titokzatos ég, kétszemű gyermek, csöprózsa nevét. Istenként az édes Úr, jászolában megsimul, szent karácsony. A második jelenet Betlehemben játszódik. A pásztoroknak angyalok jelentik a Messiás születését. Pásztorok, midőn Betlehemben csodát őriznek, éjjel a mezőben. Csodát őriznek, éjjel a Vémet megéljünk, hogy élelemben, a bundát, útra készen állnak. Csak az öreg késik, még őre elvárnak. De az idős pásztor nem akar felkelni. Kényelmes volt mindig, soká akar élni. Nem akarok még felkelni. Ó, jó lesik itt pihenni. Menjetek csak, ha akartok. Pihenni most miért nem hagytok? Kejfej, öreg, gyere velünk. Betlehembe elvezetünk. Várj minket a kis Jézuska, szegény rongyos istálóban. Nem mehetek most veletek, mert az úton megkülhetek. Hideg szél fut egész éjjel. Nem mehetek, higgyétek el. Ne félj, öreg, nem fázol meg. Gyere velünk, nem bánod meg. Soha nem láttál még ilyet. Isten fia, emberré lett. Nem mehetek, hányszor mondjam. Gyönge térdem megrodjan, hosszú úton elfáradok. Menjetek csak, ne várjatok! Nem is várják tovább, sietve indulnak. Ő bundájuk alá ajándékot dugnak. Szapora léptekkel átvágnak a pusztán, csak az öreg pihen kunyhójában, lustán. Pásztorok, sietnek Jézushoz Betlehembe, köszöntés van
mondanak, akik zsernek. Kiváltságot hozott az embernek. Angyalok szózata minket is hív. Értse meg ezt, tehát minden őszív. A kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hív pásztorok magasztaljuk. Szűz Máriának, jó napot mondának. Isten titeket hozott uratokhoz, de nem szólhatok mostan szent fiakhoz. De nem szólhatok mostan szent fiamhoz. Szélán vágyadoz, a hideg jászolban. Nem pillanában, sem friss palotában, hanem jászolban, romlott friss tálóban. Hanem jászolban, romlott friss tálóban. Mert mi angyalok, ígére jöttünk. Mert mi angyalok, ígére jöttünk. Pásztorok, pásztorok, bűnös emberek, megváltunk szertúra. Bűnös emberek, megváltó szent úra. Nem pihen az öreg, fel kell hamarosan. Élni kezd egyedül a sötét kunyhóban. Fölveszi bundáját, vállára borítja, meg társai után ő is a városba. Szaporán lépkedett, nem fájt már a lába, izzadni is kezdett a meleg bundában. Közben a többiek már meg is érkeztek, a kis Jézuskának szép szóval köszöntek. Aki ma hálcságot hoztál nékünk, meghoztad az igaz hit világát, megnyitált szent atyát mennyországát. Dicsőség, imádás az atyának, életünk született szent fiának, és a vigasztaló Szentléleknek, szent háromságban az egy Istennek. Ez alatt az öreg csendesen megérkezett, tágra nyílt szemekkel értetlenül nézett. Mert mindenkit érdelt, csak egyedül ő nem. Megkérdezte ezért. Folyt így kérem. Erre a pásztorok feléje fordultak, nagy-nagy örömükben szólni alig tudtak. Végül az egyikük így szólt az öreghez. Ne állj az ajtóban, gyere csak közelebb! Látsz-e már valamit? Hallod-e a hangot? Nézd csak a gyermekre és a szívet tüzetni. Most csoda szép az éjjel, mennyei zene szól. Láthatatlan úgy, hogy énekel valamit. Dicsősége mennyben az Istennek. Dicsőség mennyben az Istennek, az angyali sereget, míg a négy énekelnek. Dicsőség, dicsőség Istennek. Nem látok én semmit, a fülem meg rossz. Hiába bámulok, a szívem tüzet nem fog. Olondok vagytok ti, az most az érzésem. Ne játszatok velem, becsaptatok engem. Csodálkozik. Nem játszunk, hogy
csak egy oka lehet, hogy értelem látszik, ha van ajándékot, akkor add rá. Talán igazad van, de most mit is adjak? Szegény kisgyermeknek mit ajánlottak? Látom, fázol kicsi, rajtam meg bunda van. Legyen ez a tiéd, eleget volt rajta. Ó, mi csoda történt? Térde fel az öreg. Szeméből kutyognak kövér örömkönnyek. Lát már ő is mindent, hallja az éneket. Világgá kiáltja, amit most megértett. Megnyíltak szemeim, hallom az éneket. Öröm és boldogság tölti el szívemet. Halljátok emberek, szegények, gazdagok, jól jegyezzétek meg, amit most elmondok. Csodát fogtok látni, és örömöt éreztek. Soha el nem múló boldogságot éreztek. Ha meghallgatjátok, az egész csak ennyi. Tudjatok bárkiért áldozatot hozni. Békesség földön az embernek, igaz szeretet, aki Jézushoz vezet. Békesség embernek. Fel nagy örömre ma született, aki utána földekedett. Mária karján égi a lény, isteni kisded szűznek ölén. Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet. Nem ragyogó fény közt nyugoszik, bársonyos ágya nincs neki itt. Csak ez a szalma kultusi hely, rá meleget a marha lehel. Egyszerű pásztor, érdeden állj, mert ez az ég is földi király. Köszönjük szépen a figyelmet. Remélem, valamit megsejtettünk a karácsonynak ebben a pásztorjátékából. A vásárból mi maradt a szél, mit fújt el, mit nem, de valami kis vásár itt a templom ajtóban lesz, úgyhogy fordulunk erre felé is, lehet megnézegetni, mi van. Itt az asszonyok segítenek, talán ez egy kis tél, meg egy kis forralpon is, hogy lehet ide járulni. További szép együttélet kívánok mindenkinek!